Köszöntöm nézőinket a Stúdió KB július 8-ai műsorában. A Semmelweis nap keretében elismeréssel köszönte meg városunk és az Erzsébet Kórház Rendelőintézet az egészségügyben dolgozók munkáját. Az eseményen előadást tartott az országos médiából már jól ismert dr. Zaher Gábor toxikológus főorvos, akivel az esemény előtt készítettünk interjút. Rövid híreink között tudósítunk a keddi gabonatűzről. Felhívjuk a figyelmet a zöld város kialakítása pályázathoz kapcsolódó önkormányzati kérdőívre, majd Ottó Péter polgármester ad tájékoztatást a képviselőtestület legutóbbi ülésén meghozott döntésekről. Újraindulnak intézményünk nyári szünidős gyermekprogramjai. Ismertetőnket követően a Bakonyhangja színjátszó csoport egy Talicska Pogácsa című előadásának első felvonását tekinthetik meg nézőink. Jó szórakozást kívánunk! Örömmel jelentem be, hogy ebben az évben az Ircz Város Egészségügyért címet a kollégák és a betegek javaslatai alapján az Emberi Kapcsolatok Bizottsága dr. Páskerti Gabriella házi orvos. Dr. Páskerti Gabriella házi orvos vehette át az Ircz Egészségügyért elismerő oklevelet a Semmelweis nap alkalmából megrendezett ünnepségen, melyen az egészségügyben dolgozók munkáját ismerte el városunk. Ugyancsak az ünnepségen köszönte meg az Ircz Erzsébet Kórház Rendelőintézet vezetősége az intézményben végzett szakmai munkát dolgozóinak. Adjunktusi kinevezésben részesült dr. Nagy Márta neurológus, rehabilitációs szakorvos, dr. Kotis Mihály belgyógyász szakorvos. Semmelweis napi jutalomban részesült Balta Béláné készletkönyvelő, Csókáné Szabó Tünde asszisztens, Hoffer Zsuzsanna gyógytornász, Klesicné Beuer Gabriella ápoló, Varga Kálmánné ápoló. Főigazgatói dicséretet kapott Kuzman Ágnes vezető asszisztens, Tímár Éva munkaügyi csoportvezető és Vajda Nikoletta szociális munkás. Az elismeréseket dr. Vermes Tamás főigazgató és Haller Ilona ápolási igazgató adta át. Az ünnepségen volt az ünnepségen volt a szükségügyi stratókkal Vermes Tamás hívott. Nem kifejezetten a felhasználói korcsoporthoz tartozik. Szeretettel köszöntöm dr. Zaher Gábor toxikológust, főorvost, a Honvéd Kórház sürgősségi osztályának vezetőjét. Napjaink embere a függőségek hálójában él, és amikor függőségről beszélünk, akkor elsősorban az alkoholfogyasztásra, illetve a droghasználatra szoktunk gondolni, de tudjuk, hogy ez a mérleg egyik oldala csak. A függőségek kialakulásához milyen háttértényezők kellenek, hogy függőségről beszéljünk egyáltalán? Hát igen, ön is beleesett ugye abba az idézőben a csapdába, hogy ezt a két dolgot említett. Tehát hány olyanféle függőségünk van, gondoljon a mobiltelefonba, a számítógépbe, az evésbe, a vásárlásba, a gyógyszerfüggőségbe, a szerencsejáték, a szexfüggőségbe. Szóval millió egy olyan történet van, ahol ugye keretsértés kapcsán magunk is belekerülhetünk ugye ebbe a történetbe. De ugye ez mitől is függ alapvetően? Függ részben a genetikától, hiszen ma azért már ismerünk olyan génvariációkat, amelyek ugye függőknél sokkal inkább halmozottabban fordulnak elő, és ilyen vizsgálatok voltak alkoholbetegeknél, szerencsejáték függőknél, kábítószereseknél, de persze a szociális minta a másik az, ami nagyon-nagyon jelentős szerepet játszik. Ez a bizonyos mit hozok otthonról című történet, miben nőttem föl, milyen az értékrendem, milyen a keretrendszerem, milyen a jövőképen, milyen példaképek állnak előttem, és azt gondolom, ez az, ami sokkal-sokkal inkább meghatározza ezt a történetet. Persze a genetikában könnyen lehet takarózni, valószínűleg ön is hallotta már azt a mondatot, én azért iszom, mert a dédnagyapám is alkoholista volt, a nagyapám is, meg az apám is. Persze van ellenmondat is, ez a nem akarok olyan lenni, mint a nagyapám, meg az apám volt. Ez persze sokkal-sokkal ritkább, de a szociális mintákon nagyon elfeledkezünk. Nekem is van egy fiam, akiről szokták volt mondani, és persze nem mindig pozitív hangsúlyal, ez a gyerek pont olyan, mint te vagy. És én azt gondolom, nincs mit csodálkozni, hiszen részben viszi tovább a genetikámat, részben pedig egy csomó-csomó olyan szociális mintát, ami gyakorlatilag hát megjelenik benne, hiszen a gyerekben saját magunkat látjuk vissza. Úgyhogy akkor arról beszélünk, hogy függőség, akkor elsősorban azt gondolom, nekünk kéne belenéznünk egy tükörbe, hogy valójában mi milyen sajátos függőségekkel rendelkezünk, és ezekből mit adunk át ugye az utódainknak. Lehet-e rangsorolni egyáltalán a függőségeket, illetve van-e különbség női és férfi függőség között? Hát megmondom önnek őszintén, férfi vásárlás függővel még ritkán találkoztam a hölgyek között, ez egy sokkal dominánsabb dolog. De például az alkoholfüggőségnél is mondjuk a női alkoholizmus az teljesen másról szól, mint a férfi. A férfi alkoholizmus az általában egy csapatsporták, hiszen a férfiak lemennek a kocsmába, együtt katerkáznak,
kijönnek dohányozni, élik tulajdonképpen a társadalmi életüket, a női alkoholizmus az nem ilyen. A női alkoholizmus az a spájz alkoholizmus, ő otthon egyedül. És akkor ő megissza, és akkor persze ettől ő ugyanúgy beáll ettől az egész történettől, de hát itt azért alapvetően ugye a társadalmi szerepek is dönt el mások, hiszen mondjuk egy férfi alkoholistára azt mondjuk, hogy ennyi, bennyi, most egy nőire. Hát Zeus összes villámát ráhajítjuk gyakorlatilag, és azt gondolom, hogy ezek nem helyesek, pedig ilyenfajta különbségért nem lenne szabad valójában tenni. De igazándiból azt gondolom, hogy más olyan nagyon-nagyon jelentős különbség nincsen a két nem között. Mennyire lehet a függőség kialakulásának gátat szabni? Tehát a megelőzés szempontjából mit lehet tenni, hogy ne alakuljon ki? Hát itt megint bejön az, hogy valójában mennyire ismerem saját magam, mennyire merek belenézni a tükörbe, illetve mennyire van egy olyan drive-om, egy olyan vezetőm, aki tulajdonképpen kívülről pozitívan beszól. Ugye ez is érdekes dolog, mert azt mondom, hogy beszól, itt általában negatív dolgot szoktunk gondolni, hogy a hétköznapi nyelvben pedig lehet pozitívan is beszólni. Persze a függőséget értelmezhetjük pontosan ez alapján úgy is, hogy a függő az bent áll egy körbe. Ugye a saját függőségi körébe, és amikor bennállok egy körbe, azt én nem fogom tudni egyszerre 360 fokba átlátni. Látok belőle egy szeletet. És persze körbefordulva föl tudom mérni, de mindig csak szeletről szeletre tudok valójában haladni. És aki hozzánk közel áll, ismer bennünket, és kívülről ránk lát, az gyakorlatilag sokkal reálisabban föl tudja mérni, és akkor beszól pozitívan, hogy figyelj, nem lesz ez így jó. És ahelyett ugye, amikor mi elgondolkodnánk, és azt mondják, a franc egyen meg, lehet, hogy igaza van, ehhez rögtön veszünk egy mély levegőt, és rámutatunk. Pont te mondod. És viszont mi kezdjük el rádobálni ugye azokat a sarakat, amiket viszont mi látunk rajta jobban, hiszen mi meg az ő függőségi körén kívül vagyunk. Szóval azt gondolom, az önismeret ez egy borzasztó fontos dolog. A magyar társadalomban függőség szempontjából mi az, ami a top lista első helyén áll? Hát azt gondolom egyértelműen az alkoholról szól. Magyarország kb. 800 ezer alkoholistával bír, és a számuk az tulajdonképpen egyre növekszik. 14 liter 96%-os alkoholt fogyasztunk el évente per fő, és az alkoholos halálozásban pedig Európa első helyén vagyunk, 30 ezeren halnak meg alkohol okozta megbetegedésben. És itt nem arról van szó, hogy megy a részek hazafelé, elesik, berberi a fejét, azt meghal, hanem egy csomó-csomó krónikus betegség, ugye, ami mind-mind az alkoholizmus rovására írható, abban fantasztikusan jól tudunk teljesíteni. Mennyire lehet visszaszorítani például a kábítószer használatot? Ez egy érdekes dolog, ugye, mert amikor arról beszélünk, hogy kábítószer függőség, akkor ez nagyjából 20 ezer embert érint Magyarországon. Magyarán szóval nagyságrendi különbség van ugye az alkohol és a kábítószer között ugye az adatok szempontjából. Ugyanakkor például mondjuk a médiában a kábítószerről sokkal-sokkal több szó esik alapvetően, mint az alkohol. Az alkohol együtt szocializálottunk, az tulajdonképpen olyan természetes dolog. A kábítószer egy fétistájt számunkra, főként ugye a 45 év fölöttiek számára, akiknek ez semmit nem mond az ég alatt a világon, miért is nem mond. Mert amikor én voltam még fiatal, nem volt. Jó, persze voltak bizonyos szerek, de akkor már azok is nagyon gázak voltak ugye kipróbálni. De igazándiból nekünk baromi egyszerű volt nemet mondani valami olyanra, amire nem tudtunk volna igent mondani. És azt gondolom, hogy ez pontosan az egész társadalmi megítélésében óriási nagy különbség jelent mondjuk az alkohol és a kábítószer között. Nem beszélve arról, hogy bemegyünk valahova, akkor megkínálnak bennünket. Mit iszol? És itt nem feltétlenül valamilyen buborékos üdítőjét arra gondolnak, hanem jóval inkább valami alifán szénatomhoz csatlakozó egyhidroxilgyök tartalmú vegyületről, ami persze az alkohol, de így ne kérje senki, mert azt gondolom, kicsit furcsán fognak ránézni a kocsmába, hogy ilyen tudományosan próbálja megfogalmazni a napi betevő alkoholját. Itt a nyár, ilyenkor mindenki jobban felszabadul a kelleténél, kicsit megengedi a nadrágszíjat, a fiatalok ugye elmennek fesztiválozni. Milyen tanácsot tudna adni, vagy mire kell ilyenkor figyelni itt a nagy meleg? Hát azt gondolom, hogy saját magunkra a leginkább, és például alkohol szempontjából én azt gondolom, hogy szó nincs arról, hogy most legyünk 10 millió abszinens ország, ez butasság. De ne legyen harmadik. Ugye azt gondolom, hogy valaki megiszik egy sört, lesz tőle baja? Semmi. Kettő. Legfeljebb egy kicsit többet fog kacagni, kicsit kipirul, meg kétszer elmegy pisilni, és a harmadik után kezdődnek a problémák, szóval itt a keretrendszer betartása az fontos. Kábítószer szempontjából pedig én úgy gondolom, hogy a nem mondás tudománya. Persze ez is egy érdekes dolog, ugye, hiszen mi elvárjuk a gyerektől, hogy tudjon nemet mondani. Elvárjuk? Aha, na nézzünk már saját magunkba. Mi biztos, hogy mindig tudunk nemet mondani? Ha meg nem, akkor hogyan várhatunk el a gyerektől valami olyat, amit mi magunk sem tudunk alapvetően teljesíteni? Szóval önismeret, szociális minta, ezek azok, amik nagyon meghatározzák a jövőt. Hatalmas tűz ijesztette meg az írcieket kedd délután, ami a város központból nézve az Apátság és az Arborétum fölött gomolygott.
Ahogy ezt a katasztrófavédőktől megtudtuk, körülbelül 30 hektáron égett lábon álló gabona a Májártó közelében. Az Érci önkormányzati tűzoltóság munkáját veszprémi és ajkai kollégáik is segítették. A lángokat sikerült megfékezni. Múlt héten tartott a soros ülését a képviselőtestület. A meghozott döntésekről Ottó Péter polgármestert kérdeztük. Az elmúlt héten június 30-án tartotta rendes önkormányzati ülését a Zircváros képviselőtestülete, amely személyügyek megtárgyalásával kezdődött. Az idei évben, illetve minden évben a júniusi ülésen dönt a testület a diszpolgári és a próbadíjak adományozásáról, illetve a Regoriantal Múzeum és Népművészeti Alkotóház igazgatói pályázatáról is döntöttek. Melyikről milyen döntés született? Tiszteltel köszöntöm a televízió nézőket. Valóban a említett két napi renddel kezdtük volna a testületi ülés, hogyha a meghívóban szereplő sorrendet tartjuk szem előtt, de az átülési napi rendet, azt a nyílt ülési napi rendeket követően tárgyaltuk meg. A próbér és diszpolgári címre vonatkozóan próbér két jelölés érkezett, a diszpolgári címre pedig egy személyre érkezett javaslat. A javaslatokat a képviselő testület elfogadta, tehát augusztus 20-án a javasolt személyek, illetve szervezet a kitüntetéseket majd átvehetik. Őket majd írásban értesítjük ennek módjáról és lehetőségéről, illetőleg a kitüntetés elnyeréséről. És a múzeum pályázat igazgató? Múzeum pályázat. Vagy a álláspályázatára, intézményvezetői pályázatára egy pályázat érkezett be. Dr. Rutkai Miklián Eszter, az intézménynek a jelenlegi vezetője pályázott, és a képviselőtestület döntése értelmében további 5 évre megbízást kapott az intézmény vezetésére. A rendelet alkotások sorában egy napi rend volt, pontosabban a 2016-os költségvetési rendeletet kellett módosítani. Miért? Igen, ez a évente rendszeresen visszatérő rendeletmódosítások körébe tartozó döntés volt. Ugye az önkormányzatok működése során vannak olyan költségvetési előirányzatok, bevételek, amelyek évközben realizálódnak, ezeket kell folyamatosan a költségvetés aktualizálásával átvezetni. Ezek általában olyan állami finanszírozások volt előirányzatok, amelyek a költségvetési rendelet megalkotásakor még nem ismertek. Ennek következtében összességében a költségvetés főszege 40 millió forinttal, közel 40 millió forinttal emelkedett meg, így a költségvetésnek a teljes főszege az most megközelíti az 1,4 milliárd forintot. A határozati javaslatot tartalmazó napirendek között módosították ismételten a helyi építési szabályzatról szóló rendeletet. Ez most miért kellett, hiszen szinte minden testületi ülésen szóba kerül. Igen, ez is egy aktuálisan visszatérő téma, természetesen általában mindig más-más területet érintően. Ez most abban a szempontból egy kivételes történet volt, hogy a képviselőtestület előző testületi ülésen már tárgyalta azt a módosítási igényt, amit itt Kardoskét határában ingatlanokat bérlő személy javasolt. Ez előző testületi ülésen elutasításra került. A kérelmező ezt kiegészítette a kérelmét, hogyha úgy tetszik, akkor a módosítási szándékát jobban alátámasztotta, amit a képviselőtestületnél tárgyalt, és gyakorlatilag döntésével elindította a módosításnak a folyamatát. Ez gyakorlatilag arról szól, hogy Kardosrétán a temető fele vezető úttól jobbra lévő területek egy részének mezőgazdasági korlátozott övezetből MA2-es övezetbe történő átsorolása történik meg, hogyha természetesen végig tud menni ez a folyamat. Ez egyébként arra ad lehetőséget, hogy az ott folytatott mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó szükséges építmények későbbiek során esetlegesen elhelyezésre kerülhessenek.
A civil szervezetek nagyon várták már az idén is a pályázati támogatásról szóló döntést, de úgy tűnik, hogy a képviselőtestület mégsem döntött most ezen az ülésen a támogatási alapról. Igen, a pályázatot benyújtó szervezetektől ezúton is egy pici türelmet kérek szépen. Itt olyan technikai jellegű kérdések merültek fel a testületi ülést megelőzően, aminek következtében a előterjesztő bizottsági elnök asszony visszavonta az előterjesztését. Ez nem azt jelenti természetesen, hogy a közeljövőben ne születne döntés. Én bízom benne, hogy ez még itt a júliusi hónapban meg fog történni. Az elmúlt alkalommal is tárgyaltak, illetve ha jól emlékszem, korábban is a turisztikai termékfejlesztési pályázat kiírásáról, illetve most a döntés is megszületett. Hány pályázó volt? Most első körben, azért mondom, hogy első körben, mert testület döntése értelmében a fennmaradó forrás összegére újabb pályázatot fogunk írni azok részére, akik most nem nyertek támogatást. Jelenleg, vagy most a közelmúltban 10 pályázat érkezett be, ebből 4 pályázat volt érvénytelen, és 6 pályázó összességében 1.190.000 forint támogatásban részesül. Az Ircváros stratégiai programját több körben is tárgyalták, már nyilván is forrón is volt róla, most véglegesíteni kellett, született a döntés. Igen, született döntés, a képviselőtestület elfogadta a stratégiai programot, nem vita nélkül, mint hogyha úgy tetszik, akkor a személyes véleményem állt szembe a képviselőtestület többségének a véleményével. Én úgy gondoltam, hogy a stratégiai programnak a elkészült anyaga az összességében túl általánosan fogalmaz, és azt az igen alapos és az érci lakosság nagy részére kiterjedő lakossági felmérés adathalmazát, adatbázisát nem igazán építette be magába a stratégiai programba. Tehát én úgy gondolom, hogy ebben a történetben ennél több lehetőség volt, mint amit aztán sikerült kihozni belőle. Illetőleg véleményem szerint az is visszaköszön az új stratégiai programban, hogy az elmúlt 15 év alatt, ugye 2002-ben készült az első ilyen stratégiai program, nem voltak alapjában véve olyan változások a városban, amely alapjában új irányokat kellett volna, hogy szabjon. Ennek következtében a mostani stratégiai program nagyon hasonlít a 2002-ben elfogadott stratégiai programhoz. Tiszteletdíjakról is mondtak le ismételten, kik és kiknek adományozták a tiszteletdíjukat. Igen, 3 személy mondott le most a képviselő, illetőleg alpolgármesteri tiszteletdíjáról. Alpolgármesterről 2 szervezetet, a Erdély Baráti Kör Egyesületet és a Zeneiskoláját Alapítvány fúvósait támogatja 221.000 forintos összeggel. Erdély Baráti Kör támogatja Sztanaival külső bizottsági tag 168.000 forintot, és ugyanilyen összeggel Boros Dénes külső bizottsági tag a Dudari Nyugdíjasok Szociális Támogatási Alapítványát. A központi orvosi ügyelet jövőbeni ellátásával kapcsolatban is született döntés. Igen, a feladat az kötelező feladat a települési önkormányzatoknak, már elég régóta a járáshoz tartozó települések közösen látják el ezt a feladatot, az Ilci járás önkormányzati társulás keretein belül működő szociális szolgáltató központ feladataként. Itt a utóbbi időben elég sokat beszélgettünk, helyenként vitatkoztunk arról, hogy hogyan lehet esetlegesen a térség méretét és ehhez kapcsolódóan a szűkös finanszírozási forrás következtében településekkel hágló terhet csökkenteni, esetleg más alapokra helyezni a feladatellátást. És a társulási tanács fogalmazott meg a társult önkormányzatok irányába egy olyan javaslatot, hogy próbáljuk meg közbeszerzés kiírásával külső szolgáltatót találni a feladat ellátására, és hogyha eredményes a közbeszerzés,
tehát kedvező feltételekkel látható el a feladat, akkor ez 2017. január 1-től működhetne így. Ahhoz, hogy ezt a közbeszerzési eljárást a társulás le tudja folytatni, ahhoz kell az, hogy erre vonatkozóan a társult önkormányzatok képviselőtestületei felhatalmazzák gyakorlatilag erre. Az ILCI képviselőtestület térség legtöbb képviselőtestületéhez hasonlóan meghozta most ezt a döntését. Nyújtottak ebbe pályázatot az óvoda konyha felújítására, szóval az előterjesztés erről szól. Így van, pályázatot nyújtottunk be. Ez hazai pályázat egyébként, itt a óvoda épületében valamikor főzőkonyha működött, aztán idők múlásával főzőkonyha szerepét átvette az általános iskolának a konyhája, illetőleg utóbbi években a szakképzőiskolának a konyhája. A óvodai konyha az melegítő konyhai funkciókat lát el jelen pillanatban, ugyanakkor a épület létrejötte megépülése óta ott komolyabb fejlesztés sem, technikai sem épületi szempontból nem volt. A pályázat ezt a célt szolgálna, hogy korszerű, a mai előírásoknak megfelelő konyhát tudjunk létrehozni, korszerű eszközökkel és berendezésekkel. Ennek a fejlesztési forrás igénye 23 millió forintot tesz ki körülbelül, az önkormányzatnak ebből 15%-os önerőt kell vállalnia, tehát ez durván 3,5 millió forintos költség az önkormányzat számára, hogyha nyertes lesz a pályázat és meg tudjuk valósítani. Két gazdasági szervezet is támogatási kérelemmel fordult az önkormányzathoz, a Pedagog Kft. Útfelújításhoz, az Acélvakond Kft. Pedig kerítés-építéshez kért támogatást. Milyen döntés született? A Bedeco Kft. Kérelme az címéből úgy lehet következtetni, mint hogyha öncélú lenne. Igazából ez nem a Bedeco-nak a tulajdonában lévő út, hanem ez egy olyan út, amit ott a város déli iparterületén működő vállalkozások a saját ingatlanjaik, telephelyeik megközelítése érdekében használnak, illetőleg ez a út jelenti a önkormányzat tulajdonában lévő izraelita temetőnek a megközelítési lehetőségét is. A Bedeco Kft. Volt az, aki kezdeményezte azt, hogy ezt az utat használók, illetve a tulajdonosi kör, az közösen biztosítson forrást a útnak a felújításához. A képviselőtestület úgy döntött, hogy legfeljebb 500 000 forint összegig a kivitelezés elvégzésében finanszírozó partnerként közreműködünk. Egyébként, ha jól emlékszem, akkor 3 millió forint fölötti lenne a bekerülési költsége ennek a fejlesztésnek. És az Acélvakond kerítését? Acélvakond arra kérte a önkormányzatnak a támogatását, hogy közterületre viesse ki a telephelye előtt megépítendő kerítésnek a vonalát. Véleményük szerint ez utcaképi szempontból illeszkedne a környezetben kialakult kerítésekhez. Gyakorlatilag a képviselőtestület úgy döntött, hogy ezt a kérelmet azért nem tudja támogatni, mert így a kerítés vonala alatt vagy alá, vagy a kerítés vonal rákerülne gyakorlatilag egy optikai kábelre és egy csapadékvíz elvezető ár, ami nem egy szerencsés megoldás. Két, a város két helyén is, a Malomárok és a 82-es út közötti árok szakaszra, illetve a Cigánydombi játszótér, Körösi utca, Székely, Szikla utca és a 5-ös utca körüli részén árok felújítása, árok tisztítás és hordalékfogó felújítási munkáiról is döntöttek. Igen, ezek is sajnos, azt kell mondani, hogy rendszeresen visszatérő napirendek, így a testületi üléseket, hogyha valaki figyeli, akkor láthatja, hogy szinte alig van olyan testületi ülés, amikor város egy-egy területét érintően ne hoznánk hasonló tartalmú döntéseket, amelyek általában nem egy rövid szakasznak, hanem egy nagyobb vízelvezető rendszer részének a felújítását szolgálja. Ezek általában ilyen elöntéssel vagy épületek közvetlen állékonyságát rontó helyzetek, amivel valamit mindenféleképpen kezdenünk kell.
mind a két előterjesztés kapcsán a képviselőtestület támogató döntést hozott. Az első esetében, tehát ami a 82-es úthoz kapcsolódó malomároknak a csatlakozási pontjának a felújítását jelenti, ott 3 millió 200 000 forintos összeggel a Bakonyvíz Kft. Ajánlatát fogadtuk el. A Cigánydombi játszótér melletti terület esetében pedig a Hanigép Kft.-nek az 1 millió 400 000 forintos ajánlatát. A Cigánydombi játszótér még egy napi rendben szerepelt, hiszen magának a játszótérnek és a parknak a felújításáról is szó volt. Igen, ezzel sem most foglalkozunk először, tavaly már volt egy olyan előterjesztés, amit akkor a képviselőtestület elvetett. A mostani előterjesztés, illetve meghozott döntés talán annyival több, mint az akkori javaslat lett volna, hogy nem pusztán játszótérnek a felújítására törekszünk, hanem a Barátság Park területének az egészét egy tanulmányterv, egy koncepcióterv keretében végig gondoljuk, hogy ott milyen funkciók elhelyezése, fenntartása célszerű, milyen műszaki megoldásokkal. Ugyanakkor pedig elindultunk egy közösségi kezdeményezést, amelynek egyébként alapja, hogy a városrészben lakók közül többen jelezték, hogy rendkívül rossz állapotban a játszótér, és annak érdekében, hogy azon javítani lehessen, akár anyagi áldozatvállalást is vállalnának. Ennek következtében indítunk el egy közösségi kezdeményezést, amely gyakorlatilag egy játszótér alaplétrehozását szolgálja egy elkülönített számára, aki fontosnak tartja ezt a célt, az lehetősége és tehetsége mértékében ehhez hozzá tud járulni. Ennek a felhívásait a közeljövőben meg fog jelenni. A célunk az az lenne, hogy magát a játszó teret azt egy éven belül, tehát következő év június végéig próbáljuk megvalósítani. Egyrészt a felajánlásokból, másrészt önkormányzati forrásból, harmadrészt pedig, hogyha lesz pályázati lehetőség, akkor annak igénybevételével. A harmadik Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskolánál nyilászáró cserékre szólították fel az önkormányzatot. Így van, ezt a nyilászáró cserét, ezt el is fogjuk végezni. A Petkovics BT ajánlatát fogadta el a képviselőtestület, ha jól emlékszem, akkor ez bruttó 700 000 forintos kiadás fog jelenteni. Az önkormányzat az idejében is csatlakozik az Európai Mobilitási Héthez. Ez mit akar és mikor lesz? Ez szeptember 16-a és 22-e között kerül meghirdetésre, ahogy a nevében is szerepel, ez egész Európában elérhető program, nagyon sok ország csatlakozik hozzá minden évben. Az elmúlt 3-4 évben Zirc is benne volt ebben a programban. Örömtelen mindannyiunk számára az, hogy így részesülővé válhattunk annak az eredménynek, amelyet Magyarország úgy gondolom, hogy méretét tekintve is büszkén képviselt, hogy itt az elmúlt évek során rendre a harmadik helyen szereplünk a egy-egy országból legtöbb település csatlakozását jelző, idézőjelbe teszem, versenybe. Ugye ennek nem az a célja, hogy most versengenek egymással az országok, hanem elsősorban az a célja, hogy a közösségi közlekedést népszerűsítse, a gyalogos, illetve a kerékpáros közlekedést népszerűsítse az egyéni közlekedési, gépesített egyéni közlekedési eszközök helyett. Itt Zircen ugyanazt fogjuk megvalósítani, mint amit az elmúlt években, tehát egy napon fogunk egy kerekprogramot összehozni, amelynek keretében egy adott közlekedési területet vagy közterületet azon a napon kizárólag a kerékpárosok vagy a gyalogosok használhatnak. Az elmúlt évek során ugye ennek a programnak a keretében valósult meg a zirci duatlon, ami úgy gondolom, hogy már egy olyan programán nőtte ki magát, amit a érdeklődők és a résztvevők évente visszatéren várnak, és nagyon szívesen vesznek részt rajta. A kisobodával kapcsolatban már többször ugyancsak tárgyalt a képviselőtestület, és most, ha jól olvasom, akkor pályázati kiírás történt a kisodi tetőterének a használatára?
Igen, a címből elvileg erre lehet következtetni. Hozzátartozik a történethez, hogy a ingatlanhoz kapcsolódóan gyakorlatilag volt egy tájékoztató napirend is, és itt a tárgyalás során mondjuk azt, hogy majdnem a kettőből egyet csináltunk. A lényeg az az, hogy a Balaton-Bakony Kocka Klub nyújtott be egy kérelmet vagy egy megkeresést az önkormányzat irányába, amelyben a partnerségünket kérték egy Zircen egy állandó LEGO kiállítás létrehozására. Az országban ilyen állandó LEGO kiállítás nem jellemző, hogy lenne, amivel lehet találkozni az általában egy-egy hétvégére egy-egy programhoz kapcsolódó ideiglenes kiállításoknak a megtekintési lehetősége, amely elég nagy érdeklődés közepette szokott megtörténni. A LEGO klub vagy a Kocka klub ötlete ebből a szempontból úgy gondolom, hogy abszolút eredeti, és a legelső pillanattól kezdve képviselőtestület úgy gondolom, hogy abszolút támogatólag próbál ehhez hozzáállni. Ennek ellenére elég komoly vita alakult ki a képviselőtestületi ülésen, melynek zárásaként mondjuk az, hogy konszenzusos döntés született, amelynek az a lényege, hogy hosszabb távon egy jelentősebb beruházási igénnyel rendelkező épületet, a Kisolda épületének a földszinti részét jelölnénk ki a kiállítás elhelyezésére, de pont a forrás hiány miatt első körben, amennyiben ez a klub számára is elfogadható, és intézményünk számára is elfogadható, akkor a Reguli Múzeum főépületének tetőterében lévő jelen pillanatban egyébként kiállítási térként funkcionáló, de éppen aktuális kiállítással nem rendelkező teret bocsájtanánk a klub rendelkezésére. Itt egy ilyen ideiglenes, legfeljebb két éves elhelyezésbe gondolkodnánk, és bízunk benne, hogy a két év az elegendő lesz ahhoz, hogy forrást találjunk egy komolyabb fejlesztés megvalósításához, és egy állandó kiállítás létrehozásához. És akkor a padlástér, bocsánat, hogy visszatérek a kérdés elejére, de mi van a Kisoldai padlástérrel? Kisolda padlástér, jó, mert nem a kérdésre válaszoltam. Egyébként minden mást elmondtam. A Kisolda padlástérre, és nem csak a padlástérre, egyébként a földszinti része is, az egy korábbi döntés értelmében megtervezésre került, hogy ott lakásokat tudjunk kialakítani. Az illeszkedik egyébként az épület egy másik részéhez, ahol ugye magántulajdonban lévő lakások vannak. Itt a földszinti része kapcsolatban, hogy említettem, most jelen pillanatban ilyen változások és elképzelés módosulások vannak. A tetőtérrel kapcsolatban én úgy gondolom, hogy képviselőtestület hozhatott volna olyan döntést, ami ott továbbra is a lakásfunkciót tartja fenn, és ezzel kapcsolatban pályázati kiírást tettünk volna közzé. A képviselőtestület végül is elvetette ezt a javaslatot. Tehát egyelőre padlástér az marad úgy, ahogyan van. Köszönöm szépen. Köszönöm én is. Újra indulnak intézményünk nyári szabadidős programjai. Sőt, most pénteken már mesélő udvarrá alakul át a Városi Könyvtár, hangulatos belső udvara. Hiszen július 8-ától minden pénteken 10-től 12 óráig mese délelőtt című programjára várja az intézmény azokat a gyerekeket, akik szeretnének elmerülni a képzeletvilágban és egy kis utazást tenni a mesék varázslatos birodalmában. Jövő 2-től kalandos keddek várják a gyerekeket, akikkel Porvacsesznekig vonatoznak intézményünk munkatársai, innen gyalogosan sétálnak át Vinyéig, ahol rövid pihenő után újra vonatra szállnak és úgy jönnek vissza Zircre. Találkozó július 12-én kedden 8:30-kor a művelődési háznál. Túracipőt, enni és innivalót, illetve vonatköltséget mindenki hozzon magával. A várpalotai Fán Tomás Bendi játszik a Városi Könyvtár udvarán jövő szombaton, július 16-án 19 órától. A zenélő nyári udvari elnevezésű szabadtéri koncert ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várunk. Az Zircen már hagyományokkal rendelkező 18. Bakonyi betyárnapokkal egy időben az országban egyedülálló esemény kerül megrendezésre. Zirc átalakul egy nagy fotókiállítássá, ugyanis ezen a hétvégén a város több pontján,
üzletekben, kirakatokban, templomokban, vendéglőkben, bankokban, múzeumokban, ablakokban és minden egyéb helyen, ahol elképzelhető, de még ott is, ahol nem, fotókat helyeznek el. Elsőként Kvellner Máté természetfotóiból nyílik kiállítás július 28-án, csütörtökön 18 órától. Az eseménynek a Jeskó Panzió ad otthont. Augusztus 6-án szombaton 10 órától fotós séta indul a városban és az arborétumban, valamint érdekes autókat és motorokat is fotózhatunk ugyanekkor. Délután 13 órától lovak és lovasok fotózása lesz a téma. A program ingyenes, a szervezők még várják azon fotósok jelentkezését, akik szeretnének néhány képpel szerepelni a kiállításon. Bővebb információ a képernyőn látható elérhetőségeken kérhető. Apróságoknak, nagyobbacskáknak és egészen nagyoknak, aktívaknak, nyugalomra vágyóknak, extrém kalandot keresőknek és a napszerelmeseinek, családdal érkezőknek, barátokkal bulizóknak és mindazoknak, akik kellemes nyári élményekre vágynak. Várkertfürdő, az elérhető pihenés. Nagy sikert aratott a művelődési ház tavaly alakult Bakony hangja színjátszó csoportjának. Egy Talicska Pogácsa című előadása, melynek első felvonását magazinműsorunkban tekinthetik meg. Apuska, hogy beszél meg így? Legalább az ebédig bírják neki, hogy nem rúgnak be. Ez nem külni víz. A szeszfőzde éjjel jövőrétől szereztem két lyukas radiátorért. Kérlek, papuska. Vagy. Van az a pillanata. Érted. Ki is szellőztetek kicsit. Vendége kapus. Nem a kölök. Legalább ilyenkor hazatolhatná a képét. Igen, papuska maga hívta őket. Hívta arra se. Jó napot. Jó napot kívánok. Jó napot. Őrszázos vagyok a rendőrségtől. A társam fekete harmad. Ma a kötelesnél kell emelni Katalinnak? Én vagyok, igen. A fiát köteles, Robertet keressük. Ő éppen nincs itthon, de mégis mit akarnak tőle? Azt mondom, a részletekről nem beszélhetünk. Biztos úr, a kigyanak az egészségemre, magon a születésnapon, na! Hát nálunk, de szolgálatban nem jöttünk. A papuska csak. Kelemen Aurél, honvédezredes vagyok, nyugalmazott. Hát én már csak tudom, mi a szolgálatban nem inni, na! Egészség. Isten értesse a papuskát. Nem vagyok kedves mindnyájunkat. Egészség. Akkor legalább ebből vegyenek. Ti is most sütöttek. Köszönjük, asszonyom. Nem kérünk. Na. Viszont arra kérem, asszonyom, hogy Robert közben előkerülne. Mondja meg neki, hogy a saját jól felfogott érdekében mielőtt keresen fel minket. Na, akkor mi elmegyünk. Minden jó, helyzetes úr. A viszontlátásra. Viszontlátásra. Mit akarhatnak ezek a gyerektől? Megyek, pössentek egyet. Magának sose kell. Hogy a vállatba bírjam? Apus! Téged ennyire nem érdekel a fiat sorsa? Hát, pössentek. Mit görcsölsz lányom állandóan? Állandóan görcsölsz valami. Biztos azért jöttek, hogy égjem be a testének. De mégis, ha valami rossz társaságba kerül. A lényegnél rosszabb, ugyan már. Hello, sziasztok! Csábi! Hogy anyu? Na, édes fiam, hát... Csá, tatus! Mi ez a buli? Tapuskának van a születés. Ez király, hányadik, huszadik? A sokadik, bakker, te a felét sem fogod megérni. Szerintem... Mikor lehet már dobálni? Úgy megélhettem ettől a kis apelit. Jó van, papuska. Fölöttek el a rendőr, a téged keresnek.
Mi a francba keveredtél már meg? Semmi, de anya, úgy nézek én ki. Mégis, nem kéne bemenned tisztázni. Mondtam már, papa, nekem nincs mit tisztázni semmi. Csak akkor válad, de rád bizonyítják. Kész az evét, Mókuska, csücs te is. Mókuska, gyere, Mókuska. Akkor csak a pávirányodó, minek hozott? Köszönöm, hogy mindig. Köszönöm. Köszönjük egy kicsit, papa. Svárd! Igen. Nem? Nem hiszik. Isten értesse a papuskát! Na, Mókuska, mi a baj? Jaj, Isten éltesse a papuskát. Erőben, egészségben. Nem kell azt már. Úgy tudjam, megdöglök. Papuska! Azért nagy dolog ez. Ezt megélni ebben az idegbeteg világban. Hát mi biztosan nem fogjuk. Ti teszitek azzá. Ja. Azt ismertek? Két matróz barkobázó. Szőrös? Nem. Akkor rossz. Akkor mi? Mi lett a magadat? Moshatom ki újra. Mit azt az ott a hálóindet? Amit egész véletlen még nem haportál a fiacskát? Sorra tűnnek el a dolgaim. Mit parázol? Nem vagyok tolvaj. Vágottak. A kitüntetéseim is ott voltak a dobozban, múltkor még megvolt. De ha rájövök, hogy ki voltam. Akkor? Akkor szétrúgom. A tati szétorlátom! El ne süllyed az a csúzni! Meg is beívott terrorizálni mindenkit! Terrorizál mindenkit! Inkább adnak is pénzt! Adnak is pénzt, persze! Anyád is mindig ezt mondta, adnak is pénzt! Azt hiszi, hogy a határfőnök a dolga is. Na, mennyi jön? Hát, vagy 30. Volt. Fűtés, a villany, a kaja, meg a többi. Az a rohadt bank is mindig átvesz. Őre, annyit adnám. Ó, mert leszedem a tányérokat, hozom a tortát. Ó. Ha maga meg mit csinál? No. Abuska, hányszor mondtam, hogy itt ne babózzod? Ha minden áron füstölni akar, menj el a szobájába. Persze. Aztán bekomázik és felgyújtja a zárdát, ahogy szokta. Fel akarom, felgyújtom. A sajátomban azt csinálok, amit akarok. Ha kábelt akarok az asztal közelére fektetni, akkor kábelt fektetek, világos? Úgyis nem sokára meggyögök. Muszáj most így beszélni ilyen? Inkább ezt kóstolja meg. Friss, most sütöttem. Papuska, átki lesz fogácsakorból. Akciós, majdnem fél áron vettem. Teszek az akciós fogácsára. Ebből az idióta családoddal törődni hívás. A nem normális férjeddel meg ebben a rabló csemetével. Amikor a pénzem kell, akkor itt a tuszka, vagy úgy a tuszka. Közben meg megloptok! Nekem meg nem marad már, csak ez a unyos hálóim! Aranyátok akciós úristenetek! Jaj, nem érkelődjön, amit nyesik a szétség! Az öreg versenyző kutyira mindjárt megkutyatok. Csak a rózmét felnek a tányzői csípe. Azt se tud már csinálni, mint a rajték. Nyaklopó banda, sikerehat! De ennek most már vége! Könyörtelenül kiírtam azt a figyelt a családomat! A rabló pandúr unokában fogok! Na, van fel! Na, kezdődik! Jöttem! Papuska! 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 Apus elájult! Apus! Hívd azonnal az orvost! Mindjárt kezdődik már! Hát, én nem megy sem. Haló, doktornő? Maga az? Hát a papuska megint beizért. Elájult. Nehogy meghalljon még a végén itt nekünk. Pont most születésnapján. Értem, rendben.
Köszönjük, várjuk. Viszont hallásra. Azonnal itt lesz. Van, gyere, addig vigyük be. Nem kellett volna engedni, apuska. Na, hagyjátok, nem kell a taperot. Úgyis nem sokára megkaptam. Na meg, állandóan esik. Azt hiszi csak ő ide is. De igazítanál, várjam a rohadt életben. Mikor jön már Doki? Mikor jön? Azt mondja, mindjárt lesz. Mi történt? Hol találom a beteget? Jöjjön, doktornő, a kapusra rosszul lett. Itt van az ágyában. Ne fektettük. Bizony, a kedves bete jobban van. Jobban van. Bizony, már károkodik is. Egyáltalán Rógi, hogy jobban lássunk. Hát üdvözlöm, ezredes úr. Gratulálok a születésnapjához. Ezredes úr, már megint füstölünk. Hányszor megbeszéltük, hogy ez szigorúan tilos. Ez a büdös babó, kész vége, hol a több ide vele. Aha, itt van, megvan. Hát mit kérdezel magad? Csak úgy erre kérdezett az én cigarettát? Tudja valaki vagyok én? Hogy ne tudnám, maga egy igazán nehéz eset? Tudom. Hát hozzatok. Most kérem szépen egy picit legyen nyugalommal, meg kell, hogy vizsgáljak, jó? Legyen szíves, üljön fel. Sóhajtson nagyokkal. Jó, segítek ezt, segítek, jó? Nagyon kacsolmácsol. Ez a büdös babó. Loki néz. Legalább egy fűk van. Tudom, ez a kacsolmácsol. Köszönöm szépen. Most megnézzük a vérnyomását is, jó? Segítek vissza, ugye? Óvatosan, óvatosan. Na, nézzük csak. Megnyugodott, beszélnünk kell, jó? Kérem, beszélünk, biztos. Menjünk ki a kontrollra, jó? Hát... Megérkeztek a... Mondom, megérkeztek a leletek, és ezek alapján fel kell készülni a legeső legrosszabbra. Az ezredes úr rossz indulatú daganata, sajnos már pár héten képezett. Én is már csak a látszat kedvéért vitatkozom szegénykémmel, de igazából már műteni sem lehet. Az ő állapotában ebben a stádióban egyáltalán nem találnak. Nézzenek. Ezredes úr! Azt mondta, hogy megnyugszik. Hát kellene ennek a hatalmas madag szerenának már hatnia. Mondtam, hogy nagyon madag kell.
sokkal jobban lesz, ugye, egy kicsit türelmet, jó? Pétes! Ja, Istenem, doktornő, műteni sem, azt mondja? Sajnos nem. Mi van? Miről szövegel a doktor? Ez a helyzet, ez a szomorú helyzet, asszonyom. Ez a diagnózis, amit látja. De nincs, nem, azt mondja, nincs semmi segítség. Én sajnos nincs. Nem kér? Friss, most sütöttem. Hát ez rettenetes. Hát kedves asszonyom, hát lehet, hogy itt a csoda a segíthet. Igen. De hát az orvostudomány gyakorlatilag itt már teljességgel tehetetlen. Egészen kitűnő ez a pohácsa, nem is olyan rettenetes. Hát nincs olyan, vegyem még. Egyébként meg asszonyom, mindannyian a Jóisten kezében vagyunk. Na meg persze a kollégákéban. Tehát bízunk a Jóistenbe. Tényleg azt állítja, hogy... Nincs. És Jóistenem, drága jó Szűz Márián doktornő, azt mondja, nincs semmi segítség. Tegyen meg mindent, kerül, amibe kerül. Rendben van, igyekezni fogok. Mi az, hogy kerül, amibe kerül? Mi csikorog ebben? Kőporgó sütötte? Doktornő, őszintén, mennyi lehetné neki? Hát, drága asszonyom, ez nagyon-nagyon nehéz, fontosan megjósolni. Néhány hónap, talán egy évig is eltarthat. Na de a maihoz hasonló rosszul létek. Egyre gyakoribbá válhatnak, egyre intenzívebbé és ilyen életmódot folytat. Hát, de éppen ezért, hogy egy kicsit enyhítsünk ezeken a panaszokon, felírtam egy erősebb nyugtatót és egy erősebb nyugtatót. Kérem szépen, hogy váltsák ki a receptet. Mindenki jó. Hát, sajnos. Drága doktornő, akkor azt mondja, hogy nincs semmi segítség. Sajnos. El kell fogadni a világot is, azt elteszem, hogy majd csatolom a többi részéhez, jó? Hát drága asszonyom, mennyit tudtam segíteni, nekem most már mennem kell, mert várnak a betegei. Remélem ezredes úr, sokkal nyugodtam. Kedves uram! Adonna legyen szokvica! Hát rád cigimet! Egy parancs! Na! No, azt hiszem, én már megyek akkor, talán nyugodtam. Legalább egy lukkot. Úgy is mindjárt megdöblök. De hogy is dög? Hall meg a papuska! Olyan aranyos fazon, én úgy megkedveltem az ezredes urat, igazán annyira sajnálom, olyan nagy kár volna érte. No de hát, amit mondtam, mindannyian Isten kezébe vagyunk, akkor nem tudok más javasolni, csak bízunk a jó Istenbe. Hát akkor én búcsúzom. Nagyon köszönjük, doktornő, nagyon hálásak vagyunk. Várom én ezt el! A viszontlátásra! Mit mondott? Mi a baja? Műteni se! Akkor mi a francért dugdosod neki a zsuzsót? Csöntve egyéb! Gyere, lasszik! Te is csak horgolsz örökké. Mit művelhetsz? Normális vagy, te barom arcú! Hajus! Az előbb az a nagyat odakint. Miért is reklám? A WC papírom. Ott ródol az ember. Kezében egy tök üres papír tekercs el. Gondolj csak el, milyen őrült luxus. Mindenki kakán naponta legalább egyszer. Legalább. A múlti cégek biztosan haraknának erre. Haraknának.
Lehetne például a Seppőrön úgy hirdetni egy ízelési nehézségek elleni szert? Hahó tata! Nagy a klossz tata! Akadozik a pisa? Itt a soda kapszula! Momentán, most találtam ki! Zseni vagy? Hát... De inkább arra vigyáznál, hogy ne pisik le mindig az ülőkét. És légy szíves a WhatsApp meccsedről kapcsolják, mert mindjárt megy az Izidóra szerelme. Na, igyekezz már! Ennek a cicának egyszerűen nem tud ellenállni. Ilyen az új viszkász száraz eledel, nálas töltött farkának alatt. Új viszkász száraz eledel. A macskák viszkászt vennének. Most bekapcsolj! Mindegy, mert felfoghatnád, hogy pont az a gond, hogy hiába ölnek bele rengeteg pénzt, ha az emberek pont akkor mennek ki a hűtőhöz, vagy a budiba. Szóval a totális reklám, anyukám. A totális reklám. Figyelj csak meg! Ez a jövő. Mindenütt nyomatják, csak a legintimebb helyeken ott nem. Két rottyantás között olvashatná a mosóporokról, amelyek a legmakacsabb szennyeződéseket is eltüntetik. Jaj, az Izidóra szerelme. Azért. Meg fog halni. Igen. Jaj, te szorvaszkos jelsőbb. De szerencsére élete nagy szerelme karjára. Beállandóan temetnek valakit. Fogadjuk, te tám még a temetőbe is hirdetéseket tennék. A kriptákfaler rendszereni kerülcsöt meg életelik szint ajánlatnál. A koporsót meg úgy hirdetnék, hogy egyet fizet, kettőt kap. Hogy meghízott ez a nő? Nem lehet, hogy teljes. Aha. A sírkő felirat meg lehetne. Én Klein Mercedes meghaltam. De a Mercedes gépkocsi. Halhatatlan. De ez az ötlet. Na, sírkövek egyébre. Ezt még átgondolom, ha lesz kis idő. Ha lesz kis idő. Ez a reklámbiznisz egyszer belőle. Tojnék én rá, hogy akciós a felső. Abban fürödnék, anyus. És minden nap süthetnél egy talicska pogácsát. Egy talicska pogácsát? Édeset, sósat, tökörtyüset. És vennék neked horgológépet. Egy tucatot. Na mi a pálya, öreg? Túl érted a szívmapizakózást? Gratula, első osztály, első szívás volt. Nincs valami fiam? Ide, ott van. Mi a nyakaja ez? Mi a szart iszolt el? Na, jól van, megyek. Én is bedőlök egy kicsit. De addig is légy jó fiam, és ne rosszalkodj. Rákat is. Legyében a figyelmét arra, és kérem, hogy az órát igazítsák vissza az elejére. Felhívom a figyelmét arra, hogy vannak szabályok, amelyeket a házszabály rögzít, és ezeket... Amerikai futball! Az amerikai foci képviseletében Touch Dani! Ezt a sportágra találjában csak úgy. Csak egyszer érteném meg ezt az idióta játékot is, anyus. Ennyi arc, meg annyi arc. Két mázsás négedek bukósisokban rohangásznak, és egymást fellődösik. Én zihet beleholnék egy ilyen ütközésbe a fájos derekammal. Azok a hamburgerzabáló amcsik, mit tesznek ezen? Csodálkot vedd már lejjel! Apuska föl ne ébredjen! Tényleg hadd pihenje már szerint ki magát. Igen, igen. Apuska, apuska. Ezt is úgy hagyta. Nekem kell állandóan leadni. Azt nem értem, mindent égeti, ha alszik. Azt hiszi, ingyen van. Éj, papuska. Papuska. Apus, ez meg sem mozdul. Gyere már az Isten fáját. Ne ijedezz már. Hát csak beszúnyád. Túlélesz mindannyiunkat. Papus, ez nem alvás. Nézd meg. Mindenhova, oda rám az, tök fölösleges. Basszus, én sem érzek semmit. Hát a papuska itt nem mutat. Jézus Mária, mintha nem is lélegezne! Várj, hozok egy tükröt. Jó!
basszus! Nem parancsodik be! Istenem! Nem veszeged rá a puska éppen most! Hogy csak úgy éppen most! Még azt a 30 000-es se kaptam meg, amit kértem. Hát ezt jól elsúgtad! Hol adja a pénzét? Nem hiszem el! Lávíros, hogy már ilyen meghalt volna! Egy nagy fekete pizkóban! Te szörnyű az Istenem! Abba van a bankkártyája is! Nincs itt semmi! Biztos meghalt. Hová tehette? Csak kellene lennie itt valahol valami dugi pénznek is. Ékszerei is voltak. Nem lehet igaz. Nem is kevés. Ó, és csak. Itt van valami. Na, mi az? Elég volt. Mi? Elég volt. Jelentem be. Befejeztem. Mi van? Elég volt, jelentem, befejeztem. Nem kérek engedélyt megdöglani senkitől. Attól a felenkás Dokitól sem. Az egész világ bekaphatja. Megdöglött itt már mindenki rég. Egy, kettő, egy, kettő. Fél a festő. Hogy írhatott ilyet, Jézus Mária? A raktár üres széplották, kísérleti patkányok voltunk, kotonyok, pojácák, bokorugró idióták, jakumok, s itt a szarjankók egzecíroztattak örökké. Egy-kettő, nem csak az egyik, mind a kettő. Hali, itt hagyom ezt a pecsegökről. Milyen gyökröt? Biztos az ő keze írása. Biztos. Szű, mit keverhetett ez az itt a lába? Nagyon fél a szaga van. Remélem is nekem, én mindig nem tudom felfogni. Szóval, öngyilkos lett, Tanyus? Remélem is nekem, hát ez borzasztó. Borzasztó? Nem lehet, hogy az ágyában rettette el az ékszereit meg a többi dolgait? Esetleg a szekrényében? Nem, a szekrény naponta átnézem, ott biztos nincs. És a lepedője? Drágám is, nekem egyszerűen nem tudom felfogni. A lepedő? De szörnyű ez is, Tövet. Nincs nekem is. Igyekezz! Csak egy képes újság. Micsoda csöcsök! Mi van? Semmi. Most már! Fúj, ilyen gusztus tanúságot nézegetek! Szerintem tényleg nagyon beteg lehetem. Szégyen! Avancs, itt is van valami. Jaj, mi az a pedig? Elismervény. Elismervény, amelyben alulírott, tanúsítom és elismerem, mi szerint tartozott. Elismerem, mi szerint tartozom szerelmemnek, örökké imádott emőkémnek. 75 000 euró van. Mi? Amennyiben az adósságom visszafizetésére elhalálozni, akkor a házamra opciós jogot biztosítok az örököseimmel szemben. Opciós jog? Az micsoda apus? Hát, az valami olyasmi, hogy ez az apáki a papuska halála esetén a házat átirathatja saját magára. Ez a jó Szűz Mária, feladta a házat és a felünk fölül. Hát ez rettenetes apus! Rettenetes apus! Öngyilkosság esetén az életbiztosítása sem érvényes. Mehetünk mi is a papuska után. Leúszhatjuk a rólót. Apus! El kéne titkolni, hogy meghalt. Akkor minden maradhatna a régiben. Ki a fene lehet az csak ilyen? Csak én vagyok, Aranyuskám. Ez is pont ilyenkor tolja ide a képét. Megfogadom, hogy megint csak egy csipetnyi sóért vagy piros paprikáért. Örök ki, a fűszerei fognak el. De a papuskával mi legyen? Papuskám, Aranyuskám. De gyere, tudj be az agyra! Nissa! Én addig szétnézek itt be. Szia! 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 Bocs a zavarásért. Ki tudná segíteni egy kis porcukorral?
Pár dekányi kéne. Persze, már reggel óta sütök, nézd meg, ahogy nézel ki. Ahogy elfáradt, egy kicsit leülök a gyilvó. Csak egy keveset, nem kell ám sok, jó? Tudod, ma jönnek vendégségbe az unokáim. Most vannak láthatáson a fiamnál. Csoda, hogy az elvetett gonosz kajok egyáltalán elengedte őket, mert mindenki találám rám, hogy mi a közelembe se férkőzhessenek. Na, mit találtam? Képzeld el, a múltkor azt találta ki rám, hogy pedofil. Hát hallottál-e már ilyet? Egy pedofil nagymama! Na hát, szörnyű. Te, hogy van a tapus? Nem mostanában van a születésnapja? Bizony. Ma köszöntöttük rám. Az anyám, ma. Benézhetnék hozzá én is? Meghúznám én is a fülét. Benézni? Ja. Azt hiszik, hogy nem olyan rád. Elhúgy, akarom mondani. Nem, mint a szemét. Ne pihent. Ja. És a kedves férjúrad? Hát ő belügykörik nála éppen. Apus tormálja a képen egy pillanatra. Üdvözlőd a kedves Cirit! Tudod, a apuska ilyen lámpára bügykörik? Ja. Hello, Cecilia! Jó napot! Na, sikerült vele életed lehelni? Hogy mit? Hallom, ma köszöntötték a tapust. Szeretnék neki gratulálni, én is hozva fölébredt. Mi? Ja, igen, miután fölébredt. Ja. Elkillett a nagy ünneplésben, hullafáradt. A járókeretet meg csak úgy itt hagytad? Nem kellett neki, hát a papuska nagyon feljavult az utóbbi időben. Hú, de! Kussoljatok már! Csak egy egész kicsit szerettem volna cunyálni, ti meg itt non-stop felétek a tamtamot. És a papa, amikor pintásra leszukkolta a papa, mi lett vele? Nem látom az ágyában. Azt előbb még aludt, mint a bunda isten bizony. Igen. Lehet, hogy jár egyetemi után. Jár? Normálisak vagytok? Milyen jogon faggatózol itt? Hát nem fogod rá, hogy elment kiszellőztetni a fejét? Itt már mindenki megbolondult, vagy írítam túl sok kávét? Igenis, levelőzni ment. Menj vissza, aludd ki magad. Gyerünk, mozgás. Ilyen hülyeség. Tudod, sokat imádkoztam érte. Hát, de láttam az előbb az orvos is itt járt. Most meg már csak úgy jön, meg, egy magában. Mondom, a jó Isten segíte, mint Jézus Názárnak, helyben is jár. Ja. Hát, ja, igaz. A Jóisten az segíthet, hát végül is az a dolga, nem? Ahogy a Biblia mondja, ne aggódjatok a holnap vége. A holnap meg gondoskodik magáról. A mának meg ölik a maga bajot. Na, megyek már odaig a tortatésztán, na az aztán meg az én bajom lesz. Köszönöm szépen a porcukrot, nagyon szívesen. Meghozom, köszi, szia! Szia! Mi ez, Orizsa? Anya, mit kamuszok itt össze-vissza? A kaptusarhoz a monfaival max a temetőbe tudna elsaszízni. Az öreg lány megkajálta, de engem ne próbáljátok át, mert mit csináltatok vele? Üvöltözz már! Hát azt akarod? Lebukjunk mindannyian! Mi van? Miféle lebukásról szövegelsz? A nagypapa meghalt. Konyec! Érted? Valami mérget hívott, valami gyógyszert, vagy ilyesmit. Nagyon gyert. És hol van most? Az ágy alatt. De tényleg teljesen hülyét vagytok? Miért mutatok be oda? Nagyon váratlanul jött ez az egész. Egyelőre nem akartuk, hogy bárki is megtudja. Az Isten! Tudira hallott? Nem lehet, hogy a doki cseszett el valamit, seleg cuccot tol be neki, vagy túlnőtte. Én az a spinéhez hasmenésre se fordulnék. Nem adok ki a hibás. Bocsúlevelet is hagyott. Szörnyű, teljesen felfoghatatlan. Édes jó Istenként, miért tetted ezt velünk? Miért? Ez borzasztó! A nyugdíjának annyi, a ház is oda. Sutyomban eladta. És ugrott az életbiztosítása is. Valami tak maradt utána. Egyelőre semmit nem találtunk. A Dellát megnézhetjük. Mit beszélsz? Mondom, rám vissza. Hallottuk, amikor körülötte kotoráztál. Te már akkor sem ért. Hányszor mondjam, hogy ő maga adta nekem ide? Az az anyágyussa. Te a pénzt is lehúzta róla. Nem vagyok képbe a kódjával, te. Hát én... Az apád akkor is elfelejteni, ha ismerni. Én viszont tudom. És akkor mi van? Akkor felejtünk. Na, hát a honnára a játszik. Na? Szó, saját hallod, hogy maradni szám! Volt a csirke fogom! Ez szintiszta zsarolás! Egy ilyen honnára bóval mi nem fogunk.
fogunk kompromisszumot kötni. Büdös kölök, majd én egyszer, hogy csak kezdeni, közé kapatlanul. Ne lehetett volna ezt a büdös kölköt, ma. És a gyilkos feltehetően 27 készüléssel megölte a fenét, majd kibökkent a kocsiból, és elhajtott. Jaj, Mókuskám, ne most cibakodjunk már, mikor ilyen nagy bajba vagyunk. Apáddal már ki is találtuk a megoldást. És mi lenne az? Igen, kitaláltuk. Eltitkoljuk a halálát, hogy a nyugdíját felvessük. Ó, nem is rossz. De vele mi legyen, itt nem maradhat. Hát, elrejtjük. De mégis hová? Fater! Te voltál ülök a bíróságon! Rakjuk a méhűtőbe, vagy égessük el! Egy pofa a nejét, meg annak a szeretőjét a kazányában eltüzelte. De a szomszédok a büdös fekete füstre fölfigyeltek. Életfogytiglant kapott. Jézus már! Halljuk fel, sok sabban. Eszednél vagy? Honnan mennénk több száz liter? Akkor bőrönbe pakoljuk, és irány a folyóba halak szépen bepuszíják. Egy nő a férjével pont ezt művelte. Elég, ha csak az egyik lábúját kialásszák valahol. Viszont a lakatos mester a barátnőit szépen sorba, olajos hordóba besugasztotta őket a pincébe. De nem tudta rendesen lezárni, és a hullaszag elárulta. Uram, atyám! Viszont betehetnénk a diófa mellé. A félbe maradt garázs alapjába, amit vagy 5 éve ásták ki, azóta is úgy van. A garázs alapba? Persze. Rászortok kis alatt, tavasszal, hogy majd rántjuk a betont. És ha valaki keresni kezdi? Ki a búvának keresni? Rájra, jó Istenként, még mindig nem tudom felbúni. Senki esincs rajtunk kívül. Ja, csak az öccse Ausztráliában. Ha él még egyáltalán. Jaj, drága paposka, miért tetted ezt meg? Miért? Ter, ne kukorékolj már, mert ide is. Ennek az elfuserált matarinak előbb-utóbb csak föltűnne a hiánya. Egy illető a sógorát bebetonozta a szerelőaknába. Azt hitték elutazott, aztán az a balfék részegen a kocsmába elpofázta, hogy hová lejtette. Ezért se kéne annyit innod, apus. Viszont mondhatnánk is, hogy elutazott. Fogta magát és lelépett egy öcskével. Jó. Egy szilikonos maca idegi meget, és belezúgott a Máriát is, amit tudod a disznóba. És éjjel leremültet a Kanári szigetekbe. Hogy beszélsz szegény nagyapádról? Ja. És azt állítanánk, hogy kórházba vagy valami intézetbe került. Hát ez a spinning kinyomozná azt is. Bizony. És ha egy olyan kaszkadőr vagy dublőr vagy minek hívják? Kicsoda? Keresni valakit, aki eljátszaná a nagypapát. Ah, ismerek egy csöves! Kiköpött apa! Nem sikű, egyetemre is jár. Szerintem két feleség tuti elvállalja. És hol ez a pót nagypapa? Itt, talán kis erdőben. Biztos jó ötlet ez? Hát, nincs okva itt. Vagy a paposnál vagy piár, vagy a id alatt kolbászol. Hogy mit csinál? Na, inkább passzold ide a kulcsodat, teretedbe megyek. Jó, de ne törd össze na. Megint. Ez nem oda akar ralni. Tehát nincs is Josi! Elvették, amikor százal repesztettél a járdán! A sétáló utcában! Részegen! Ancs! Na akkor egyelőre rakjuk be a diófa mellé. Megyek, megnézem a helyet. Ancs, a rendőr! Mi van? Már csak leszjázok! Hova mész? Jó napot! Jó napot, asszonyom! Jó napot, felügyelő úr! Hát ismét találkozunk! Mégis mi állat van? Még mindig a fiúkat keressük. Fogalmazhatnék, hogy a dolog nem tőhalasztás. Hát még mindig nincs itthon, de hát jöjjenek, csak benyugodtam. Mégis miről van szó? Mégis mikorra várható? Nem tudom, nem mondta. Akkor biztos nem várjál, ha kicsit széjjel nézünk. Apus, a rendőrség az? Szét akarnak nézni? Persze,
Jöjjenek, csak nincs semmi akargatni valók. Üdvözlöm, ahogy a nyomozó felügyelőn. Mi a gond már megint? Jó napot, köteles úr. A gyerekkel nem kis beszélünk. Maga sem tudja, hogy merre tartozkodik éppen? Talán elmegy sétálni, kiszellőztetni a fejét. Akkor nem bánja, hogy a kicsit körülnézzük a szobájában? Hát nem, jöjjenek csak utána. De biztosan van ilyen izéjük. Házkutatási engedélyünk. Nézd csak, milyen tájékozott az ilyen jogi dolgokban. Jó ember, amiről maga beszél, azt a rendőrségi szolgálati szabályzat valóban tartalmazza a... 32. paragrafus. De az 54. paragrafus B pontja szerint kivételesen úgy nevezett halaszthatatlan nyomozati cselekmény esetén, viszont mellőzhető az előzetes írásbeli parancs. Hát rendben van, asszonyom, én már vissza is szívtam. Jöjjenek utánam, kérem, kövessenek, itt szép tudnak nézni. Jó. Nem megyek. Hoppá! Erre. Na mi az? Gazdátlan papucs! Jaj, papucs. Hatósé! Hatósé. És a párja? Rég meghalt. Kétoldali tüdőgyulladás. Jó a papucsé! Nem tudom, hová tehette. Nem tudja. Nem. Ez érdekes. Az ágynemű az, ő van itt szétdobálva. Azt nem aludik a szobájon. Na. És milyen rossz itt az ájjel? Mi van itt? Hát azért orbitális utcak van. Szoktuk nála szellőztetni, csak tudják most ez a születésnap, meg minden, hát kísérőtől összejöttek a dolgok. És nagyon. Gazdátlan. Rendetlen. Ápolódott levegő, minden összeforgatva. Nekem itt valami közép folynak. Jaj, kollega, de az álmod egy nyugsítgatás. A fejedbe légyszeres, mert a végén mi majd hulát is találszik neked. Tudják, ez olyan foglalkozási átlanom. Na jó, szerintem mi végeztünk is, hogy menjünk. Viszlát, felügyelő úr, viszlát! De én csak annyi, hogy ha esetleg Robert előkerülne, mondják ennek, hogy a saját érdekében mielőtt keresen fel minket. Mindenféleképpen. Viszlát! Viszlát! Tessék! Ott az ágy alatt van valami. Jó, akkor nézd meg, mi a? Csúcs semmi. Hát mit néz? Egy Halloween. Egy Halloween, jó van. Egy Halloween. A nagypapáért! Menjünk! Na de ha jól látom, a nagypapa is benne van. Ott bebe nézget! Vagy mi a jó francot csinál az ágyat? Igen? Mondja. Menjünk. Rendőr úr, ne légy eszel! Mi van? Alszik. Úgy, rend! Persze, küzd magadban, olyan feszélyes helyzetekbe szokta meg. Ez olyan harcéfóbia. Fóbia? Bizony. Néha mostanában is leköltözik meg. Sőt, a derekának még jót is tesz a kemény parka, ugye anyus? Azám, jó, nagyon jót tesz neki, fóbia így a föl. Bosszú bukat. Korán élnek maguk. Végül is, ezért jöttünk. Lezdesül, ahogyan csak ahol akar. Alkotmány is jogat. Na, a viszontlátásra. Viszlát. 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 Viszlátásra. Önök. A fénykép! Tényleg a fénykép. Bocsánat, még egy pillanatra feltartom önöket. Megnézték ezt a fényképet, hogy nem ismerős önöknek valahonnan? Esetleg valami ismerős, nem látták valahol? Ez most férfi vagy nő? Azt mondjam, mi kérdezünk? Egyébként ez jó kérdés. Ilyen maskarát biztosan nem ismerek. Fura figura. Én sem láttam még soha. Biztosan föltűnt volna. Hát lehet, hogy nem mindig nézett ki. Mindenesetre, ha eszükbe jutna valami, akkor ezen a számon bármikor elérnek. Kíván a mindenkinek, valami esetleg eszükbe jut. Mindenféleképpen. Akkor mi eltávoztunk. A viszontlátásra. Viszlát. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Jöttetek? Hello, hello! Hogy mi eldik a világát?
Ezt is egy kukában találtam. Még hogy fogyasztói társadalom. Már ezt kóstolt a kömmes asszonyék. Egy kis magamak félkukat. Kit érdekel, amikor megesztük. Hát, te bűnökeret ott háblomból kijön. Na, elég a szöveg. Tudod, miről van szó? A fiúk szerint megfogtam a listán lábát. De még csak előtt a nagy csépjét fogdosom. És sok szívektől megszomjaztam. Nem lőttem valami nem ősegítő kájuk asszonyság. Nincs. Na, mindegy. Mert tulajdonképpen miről lenne szó? A kollégához szerint valami szerepet kell rájátszani. Kollégád a halál. Mégis kinézetre megjárnál. Csak a sopányad. A nyavajába. Hát te társzólásba beszélsz. Még tárgyújjában, az is tilos. Hát akit el kell rájátszanod, na. Hé! Hey! Az nem így beszél. Rogén másképp is, hát hogyan költ? Hát hogyan? Rendesen! Nem ilyen őzve! Őzés mellőzve. Mellőzve. Na jó, hogy is hívják magát, kedves uram? Kedves nagyság, megkérem először is, ne kedveshezzen! Ne uram hozzon! Mert utoljára egy bírónő magázott, de koromodott is. Kaptam tőle 3 évet kajakra. Hiába hagytogatom a kapitális rosszbizmót, ami meg nem az a életi. Régen elhagytam meg, Isten tudja, mi lett vele. De... Érzve! Hát hogy tőle, csak egyszer ilyen... Csikkesnek, átragadtanát, azt nem megszoktam. Na, elég a szövegből. Térjünk a tárgyra. Szóval, hány éves vagy te, izél? Csikkesként? Jelentőm, 63. Pont egy idióta vagyok. Már 64. Mit csinálsz? Igen, folyt a csizma. Fúj, de vigyos hapus. Ide felejtettem a Kori, a fiatalúr nagyjából állottam ki a bírni. Valami honvéd nagyfotert kellett eljátszanom, aki járt valami. Fogja a harcolákat is, megjárt! Csinkes! Nagyjából jól mondod! Fedél lesz a fejed felett, kapsz ételt, italt, cigarettát, ilyesmiket. Or, inkluzív ellátás. Rétegben még egyet. Itt nekem nem bízna alá. Hát, pedig tutira, hogy néz ki, ha már az ólat emlegetted. Már jól járnak az emlátítás. Momentán 15 vállalat a töltőben vezérigazgatói tisztsége. Nyilván az DRT, lélekszállítás... Felne sorold mindent. Oké, nagyjából nem is emlékszem a többére. A minden egyes cég átírása 5 rugot kaptam a ügyvédtől. Mondhatom, strapás melló volt. Egyszer korábban bárhol is dolgoztam. Az volt a feladatom, hogy... Tobi! Mit csinálna meg? Helyezd már be! Hogy a cégének a bal lábát vágjam le. Akkor köszöntünk el egymástól. Amikor levágtam a gollójamat, az belekerült a gyesedékbe, utána a darálóba. Azóta nem bírom a parézet. A balcom csak azt tudnám feledni. És kéregetni szoktál? Elég ut a szakma. Ott tűnnek ezek az életelvés kultusok a templom lépcsőjén. Azt helyett, hogy lopni mennének. De egyszer a pincvinészi pályára is kaszérkodtam. Egyik legnevetősebb alakításom az volt, amikor bíróságit ellenőr gyászottam. Azóta a feladatom, hogy a főhős nőt kimenekítsem a tárgyalóteremtől. Nagyon átéréset csináltam. A művésznőnek 3-szor átöte a bordáját. Tényleg sem ösztönt hívtak. Hát,
így csontörésre, ilyesmire nem lesz szükség, de most már leülhetnél végre. Jó lenne. Azt meg remélem tudod, hogy akkor mostantól te leszel a fiunknak a nagypapája, ha ne jönnek az apósa, illetve apukája, mert hogy az én apósom leszel. Igen. Ez a pálinka. És nem is lesz más dolgod, csak hogy eljátszani, mintha tényleg családtag lennél. Oké, megpróbál megbírkodni a pálinka. Ájjá! Ezzel a rákövetettel majd közlekedned. Apuska is ezt használta. Mert a gerincsérved miatt nem tudsz már enélkül járni évek óta. Úgy van. És mint az előbb említettem, nem lesz más dolgod, csak hogy eljátszad, hogy tényleg családtag vagy. Mondtam, hát oké, megpróbálok megtalálni a feladatnak. Mi az, hogy megpróbálsz? Ne aggódj a főnök úr, megbírkodom a feladattal. No. De momentán kérnék rögtön fél órát kell, hogy elköszönjek a lakotársaimtól. A haveroknak tojat, hogy elutaztál. Többet le is keresenek. Azt az én nem hinném, hogy annyira hiányoltak meg, hogy me keresni is fognak. Na tényleg, hadd kérdezzem meg. Mi történt az én, ami nagypater? Anyus! Mi is? Meglépett egy nővel. Ugye, apus? Elég nagy szégyen erről beszélni. Erről neked is hallgatnod kell. Üzleti titok. Szóval, megkörnyékezték, és összeállt egy szapkával. Nem bírt a vérével. Egy ilyen szapka. Már engem is átsábíthatna, megkörnyékezhetne. Garantálom, én sem bírlik a vérem már. Érigyem az áldeles urat. Hát én nem annyira. Remélem, kutya nincs a háznál. Mert valami fogból kifolyólag ezek a dögök nem komálnak engem. Egyszer egy ilyen dög majdnem halálra mart. Ő a kerít és belső oldalán rúgatott, én kívülről hetezem. Möntünk, egyszer csak elfogyott a kerít. Ott állt a szemtől szandát. Jöttem, hogy a hetbebe kipásztalok, hogy azt hittem, nem élünk túl. Kaptad meg a veszettséget. Nálunk, mint kutya, csak egy korcs labrador itt a szomszédban az öreg csökszínál. Igen? Ő nem van senki. Néha átszabadul és odaszarik a diófánk alá, de pár faradrugásra megtudom. Micsoda? Kicsoda? Az öreg csaj? A kutyáját, te idióta! Na jó, akkor tisztelt egyetemben a konyság. Nem sokára visszajövök. Adj kis érkengedést lelépni. Megvan. A francba. A csemegélet majdnem itt hagyta, nem hagyom látok. Ha meg fog kérni. Már gyere! Legyen. Na fiam! A helyusok megint kerestek. Mit szabdáznak ezek ennyire körülöttem? Lövén sem sincs. Valami idétlen elmosódott fotót is mutogattak. Tisztára, mintha egy férfi lett volna nőnek öltözve. Na. Na fiam, úgy látom besötétedet. Na most már vigyük. Vihetjük az öreget. Vigyük. Gyere, segíts. Anyáddal valahogy berakom. Most ki kell venni. Papucs, a tüntest alannal már az előbb is majdnem kaptam. A rendőrök. Hát semmi csapárnak. Hát hozd ki! Egyen! Jaj, de nem áll a baron a Halloween-jébe. Ja. Ez szegény legalább ennyit megérdemel. Halloween-ra úgyis kell majd a pót nagy fogálni. Adjatok a smokingját. Na, menjük le. Megy. Várjál. Én megpróbálok megemelni, de az kiarul a Halloween-get. Várjál. Kezét. Va. Nem megy sem, va. Óvatosan. Isten. Remélj, apuska. Na, hol az az a kül? Jaj, megy. Kis kezecskét, feledugjuk. Vigyázz, eltörjük a kezét.
Na, papuska, nem akartál előtt. Vihetjük? Na, vihetjük. De a gyűrjét kár volna anya. Ez meg legalább 20 grammos. Szegénynek olyan gyűrűje volt, még azt is elszedték. Őszintén, minek ez már neki, de leszedem. Jaj, fiam! Hatta, beragadt. Hozok egy kis lenszat. Na, iszatja. Persze. Szelődik. Inkább gyere, segíts apádnak, kívül! Várj egy kicsit! Nekem kell figyelni! Mit csinálsz? Mi vagy te, hullarabló, tényleg? Őszintén, minek az már neki? Szégyen van! Ez meg... Maga, az volt az erős. Figyeljtek! Mi? Gyorsan, mert mindjárt jön meg a fel. Mi ez? Ez a papuskájé! Ott szól, nevet fel, nem mutatjuk ki az. Hol? Oh. Ide szól. És ha valami fontos hívás? Most akkor mi legyen? Felvegy? Egy! Haló? Haló? Igen? Igen? Hű, micsoda meglepetés! A pácsika azt mondja, most érkezett egyenesen Ausztráliából. Ki kell menni elébe a reptérre. Hogy mi? Hogy a papuska? Hát, ezt most nem tudom adni. Durmolt. Szunyál. Alszik. Az igaz a kármát a russza. Hogy kerül ide az öreg kontinensre ilyen hirtelen? Hát ez az. Hogy... Na, ide meg. Nekem nem mondom. Egy pillanat, a feleségem is szeretne magával beszélni. Hello, drága bácsikám! Már igen, Bálint, sok-sok szeretettel! Igen, bizony már 20 éve. Igen, várj. Persze, a fiú majd kimegy! Ez csak természetes! Aha, értem. Jó, hát akkor addig is puszi! Lehet, hogy szerencsénk van. A bácsika borzasztó gazdag! Valami jól menő rovarító cége van odakint, vagy valami ilyesmi. Az öreg gyompec beállítom egy valak lovettával. Akkor aztán tolni kéne, hogy akciós a pezsgő. Abban fülödnék anyus, és minden nap süthetnél a fogácsát, taliska számra. Csinálnék édeset, sósat. Töpörtyüsset. Csak hát akkor mi legyen? Ide jön, meglátja azt a lepuszult alkot, és egyből kiszúrja, hogy ő nem a bátyja. Tudtuk mindenkinek, hogy a tata jól van, él és virul. És most ismerjük be, hogy egész idő alatt így dekkolt az ágy alakítottan. Hát, most már mindegy. Majd hárman állítjuk, hogy tényleg ő az igazi nagypapa. Szerintem sem lesz gáz. Az öreget most már tényleg tüntessük el. Tüntessük? Milyen? Jaj, papuska! Na, segíts! Innihatsz!
meg dohányozhatsz is. De csak a vendég érkezik. Olyankor káromkodnod is kell majd. Na akkor, hogy minden előtt a telepen újjak, gyakoroljunk egy kicsit. Abba a jó bátás életben! Skót viszkit akarok sok jégkockával! És rohadjon meg a világban, hogy frankok szivat is hozzám válhatnátok! Jár is le magad! Látom, ez jó megy. És a papuska gyakran mesélt a katonai élményeiről is. Te voltál katona? Nem körülöttem neki. Nem csukálom. De katona élményekről szolgálhatok. Egyszer maga a helyőrség parancsnok papodott föl, mert elaludt a bajátán. Hogy tud, az események nagyon felgyorsultak. A papuska testvére, vagyis a te öcséd, igen, most érkezett egyenesen Ausztráliából. Utoljára vagy 20 éve járt itt nálunk. Szóval nem sokára kiderül, hogy mennyire hiteles az alakításod. Ez kedves lányom, ahhoz a hitelességhez kellene egy-két kocs. Nem kell a ripacskodás! A feleségem csak addig a lányod, amíg vendég van. Egyébként pedig nagyságos asszony. Érthető voltam? Húzd magadra! Rajta is nem tudsz volt inni. Én meg azt hiszem... Hát ez a kokos! Hát te is adom. Miért a kulcsot? Odaadom. De ez nem odakar, Rali. Ne törd össze megint. De hát nincs is sok sít! Elvették, amikor százal repesztettél a járkán! Egyszer én is arra ébredtem a sétál utcában... Nem bírsz vele? Nem. Hogy valami elnevetett picsú szárgoltodik ott ész nélkül föl alá. Rég öltöztél már, mi? Nem kellett, mindig a balra. Tudd már bele a kezed! Hát a zsebe! Apus! Hát ez jó vasrohány, az egy normális pocakja sincs. Megoldjuk! Na, olyan. Akkor ez dugd a hálóingedbe. Sokkal jobb tényleg. Na. Apus, próbáld meg néhány családi dologra kioktatni. Addig én összeütök valamit, a nagybási kedvencét. És szia kedvence, kedves lányom, a gröndesem is azt mondjam. Majonézes purpurinával. Tengergyümölcsei. Erről eddig nem volt szó. Mi az, hogy? Nem lehetne mondjuk inkább milánói makaron, sőt, ussa, sajta. Vagy esetleg jól átsült marhafelsár, hajmás krumplival és áfogyasztotta. Egy ötcsillagos szállodat kiraktában látta valamit róla egy életű gépet, mintha igaz lett volna. Te válogatsz! És azt a büdös csirkéget tüntetni a helyiket! Meg a pocak. Nem adom. Na szóval! Hogy tud, sohasem voltál egy lányáló. Ezért az öcséddel nem is igazán kedveltétek egymást. Egyszer egy nőügyből kifolyólag úgy fülött csaptad egy biliárdákóval, hogy jó ideig dadogott is szegény. Te katonai pályára mentél, ő pedig papnak állt. De olyan gyorsan belépett az egyház kötelékébe, olyan gyorsan ki is ugrott onnan egy bocske miatt. De véletlenül a segveste pénze is nálam maradt. Hasonlóak voltak, vagyis hát voltatok a nők fejének elcsavarásáról. Hát én még egyetlen egy nő fejét se csavartam le, akár mondani áll. Utoljára vagy 20 éve járt nálunk, de azóta nagy ritkán telefonon tartottátok a kapcsolatot. Amikor legutóbb itt volt, akkor is kis híján egymásnak ugrottatok. A bunyó a damadágösségem, a vélettársai áldott jó teremtés. De amikor ideges, akkor mindig megvár.
És ugyebben mindig ideges. Hát végig ezért kezdtem rá jobban inni, és hát végig kiurcukottam az erdőbe. Nem lehet, hogy pont fordítva történt. Hogy nem azért iszol örökké, mert mindig vert. Hanem azért vert örökké, mert mindig iszol. Na jó vagyok. Remélem azért majd emlékezni is fogsz valamire abból, amit most itt a bácsikáról meg a családról az ura fölvázolt. Ne aggódj, madam. Várom a témát. Még egyszer megszülöd azt a csinkét. Majd fél évet leúztam a jogi egyetemen. Én rotinról is tudok pár jogi szakkifejezést, mint például én Vino Veritas. A bácsika nem fogja elhinni, hogy az arra hukkant a bátyja. Ne, téged is nehéz volt átverni, inkább ő vett át másokat. Na mit is tehetnénk? Hát ez egy legyegzégrés folyamat, azt mondom. Mit motyogsz? Ha valamiben nem vagy biztos, játsz a szenil is hülyét. Ha meg valamit nem értesz, akkor motyogjál olyasmiket, hogy lárifári, meg sóhajtozzal, hogy milyen jó is volt fiatalnak lenni. Dehogy volt jó! Hogy mormogjál értelmetlenül összefüggéstelen szavakat, mert fejjel azt hiszik, hogy szépítött vagy. Ne? Csináljunk próbát! Én leszek az ausztrál nagybácsi, és rövidesen megérkezem magunkhoz. De addig ülj ide! Jó, benne. Mozgás, mozgás! Hello, én lenni ausztrál nagybácsi! Én jönni messzi ausztrálja! Gorecki! Rócsó! Hello, öcsége, how do you do? Alig tudsz járni! Sorry, már rossz a főpróba. Jó lesz az előadás. Nem lehet igaz. A rohadt életem. Már itt is vannak. Ki? A zsarus. Mi? Nem szemiszel! Erről nem volt szó. Ezt a plusz látok kis csatásunkat plusz jutatással végén itt arra minimum. Ez is a papuskáiból húzd a fejemet. Na ülj ide, ezt meg húzd a fejemet. A járó ketrecet! Aggódj meg! Gyorsan! Aludjál! Jó napot! Na jó napot! Üdvözlöm magukat, felügyelő úr! Na, remélem most már én itt várjuk a fiatalra. Esküszöm, biztos úr! Halál komolyan megígérte, hogy bemegy magukhoz. Aha, de nem jött. De mit mondjuk neki? Mégis miért keresik? Rossz vége lesz ennek. Abszolút rossz. Ajánlom, ha Robert hazakeveredik, mondják meg neki, hogy a saját érdekében keressen fel minket. Különben kételt teszünk őt letartóztatni. De ezt volna köteles úr, nem is kell mondanom, igaz? Letartóztatni? Jézus Máriám! Na hát, lesztes úr egy beszínált. Nem kényelmetlen neki ez a pozitúra? Hát miért nem viszik be az ágyába? Vagy az ágyalra. Tudják, ez csak olyan vacsora előtti kis szundikálás. Az ő korában ez előfordul. Hát érdekes. Hát most vizurája más volt. És mintha kövérebb viselt volna. Hát a szülinapi ünneplés eléggé volt viselte. Megkínálhatom önöket valami finom kis italkával, vagy még mindig tart a szolgálat? Köteles, nagyon jól tudja, a szolgálatban nem iratom. Nem? Inkább arról beszélj, hogy most akkor mi legyen a fiával. Rendes gyerek, felügyelő úr, nem szokott elcsavarogni. Igen? Jó, akkor ebben az esetben megvárjuk. Szeretném már végre lezárni ezt az ügyet. Megvárjuk. Ha valaki utazni készül. Tökéres bőröndel? Kolléga. Főnök. Abszolút érdekes. Kolléga, utazni alkotmányos jó. Akár üres kofferrel is. Hölgyem, uram, amíg várakozunk, nem nézze, ha még egyszer nekem ezt a fotót? Hát, hogy ebben eszembe jutott valami. Nem hasonlít esetleg valamelyik ismerősünkre, netán valamelyik rokonukra. Jaj, felügyelő úr. Már mondtam, hogy ezt az egyént soha se láttam. De jól értem, hogy maguk most itt akarnak maradni. Nem kérnek is pogácsát?
drága felügyelő úrmi. Nem akarjuk ám a magunk drága idején rabolni. Jó. Biztosan rengeteg fontos elintézni valójuk. A nevetemük bűnözők hajkurászása, meg ehhez hasonló. Azért jöttünk ide. Értem. De viszont azt megígérhetem, hogyha Robert megjön, személyesen viszem be magukhoz. Jaj, de mennyit hallottuk ezt már, igen. Igaza van a rendőr felügyelő úrnak. Vigyük be a papuskát a szobájába. Mert csak zavarjuk itt szegényre hangoskodásunkkal. Itt fekete öldök, fekete öldök jelentkezik vétel. Kedves nézőink, adásunkat megismételjük szombaton 12, vasárnap 14, hétfőn 18, és kedden délelőtt 10 órától. Új műsorral legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, és kellemes hétvégét kívánok. Viszontlátásra, jövő hét pénteken!